Köszöntöm a nézőket, jó estét kívánok! A mai fogadórában választási értékelőt láthatnak dr. Nyitrai Zsolt, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, hiszen most már véglegessé váltak az eredmények szombaton, Heves megye egyes számú választó körzetében. Egyrészt arra kértük őt, hogy értékelje az eredményeket, értékelje magát a választást, illetve természetesen a terveiről is hallani szeretnénk, és fogjuk is minden bizonnyal, hiszen nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a fogadóra a kedves nézőit. Szombaton most már véglegessé váltak az eredmények, ugye megérkeztek a külképviseleti szavazók, illetve az átjelentkezőknek a voksai is, illetve ennek a számlálása is megtörtént, és hát az eredményen, ami egy héttel ezelőtt kialakult, ez nem változtatott, meg lett a kétharmad. Összesen a 199 fős országgyűlésben 133 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, ön pedig személy szerint itt Heves megye egyes számú választókerületében nyerte meg a választást, és hát az elkövetkező 4 évben képviselheti ön ezt a térséget, a mi térségünket. Még mielőtt a terveiről kérdezném, arra lennék kíváncsi, hogy hogyan értékeli magát a választást, kezdhetünk akár a kampányidőszak értékelésével is. Az első szava mindenképpen a köszöneté kell, hogy legyen. Én először is szeretném megköszönni minden egri és eger környéki embernek, aki elment választani, élt demokratikus lehetőségével és jogával április 6-án. Másodszorban külön köszönöm azoknak, akik a Fidesz-KDNP-t és személy szerint engem támogattak szavazatukkal, és szeretném megköszönni annak a nagyon sok több száz önkéntesnek, aki segítette végig itt a kampány munkálatokat. Nagyon megható volt látni azt, hogy emberek szabadidejükből áldoznak azért, hogy egy munka tudjon folytatódni, és hát engedje meg nekem azt is, hogy gratuláljak egyébként a versenytársaimnak is az elért eredményükhöz, amit hiszen április 6-án azért mindenki azt gondolom, hogy szép számmal kapott szavazatot, ebből a legtöbbet most én kaptam itt ebben a választókerületben, amit külön köszönök, és hát nagyon, nagyon megtisztelő és felemelő érzés lesz mind a 27 település választó polgárait képviselni, ahogyan is említette a már csökkentett létszámú, ugye 386 helyett 199 fős országgyűlésben, ugye a mi új választókerületünkben itt több mint 80 ezer választópolgár él, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon komoly és fontos feladat előtt áll a következő 4 évben. Hogyha visszatekintünk még egy kicsit a kampányidőszakra, mi ugye csak annyit látunk, hogy plakátok itt-ott, néhány tájékoztató, néhány televíziós vagy rádiós, vagy esetleg újságban való megjelenés, de mégis mekkora munka volt e mögött, számokban ki lehet azt fejezni, hogy egyébként hány önkéntes segítette a munkájukat, tehát mi minden zajlott a háttérben, amire nem volt rálátása az emberek nagy többségének? Mindig egy ilyen választási fölkészülési kampány nagyon-nagyon összetett feladat. Ahogy említettem, több száz ember segítette a mi munkánkat, és alapvetően tényleg önkéntesek, tehát nem kaptak ezért semmilyen fajta juttatást. Úgy döntöttek, hogy szabadidejük terhére elmennek plakátot ragasztani, szerveznek egy lakossági fórumot, vagy csak épp agitálnak amellett, hogy ugye a Fidesz-KDNP kormányzat tudja folytatni a munkáját. Én egyébként a kampányomat végig a személyes párbeszédre alapoztam. Persze nagyon fontosak a különböző plakátok, vagy bemutatkozó szórólapok és újságok, amivel találkoznak a választópolgárok, habár én személy szerint örültem, hogy ezek kezdtek kicsit talán a háttérbe szorulni. Több kampányt csináltam már, és hát most csirizeltük fel a legkevesebb ilyen plakátokat. Én ezt pár év ezelőtt láttam egyébként már Ausztriában. Jóval környezetbarátabb az, hogyha akár óriás plakátformában oldja meg ezeket az ember, vagy mondjuk ott van az internet, ami most már jóval olcsóbb is, és hát eléggé környezetbarát. A lényeg a személyes találkozások voltak számomra a legfontosabbak, és hát ezeket természetesen én folytatni szeretném, hiszen a kampány véget ér, de a munka az pedig újra el tud ilyen módon kezdődni. Nagyon sok észrevételt és véleményt kaptam az elmúlt hetekben, hónapokban. Hát ezek voltak pozitív észrevételek, javaslatok a munkánkkal, programunkkal kapcsolatban, és hát kaptunk természetesen kritikát is, de én azt gondolom, hogy ezzel sincsen semmi probléma. A következő 4 évben is azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb feladat a folyamatos párbeszéd, az, hogy odafigyeljünk az embereknek a mindennapjaira, és tudjunk nekik segítséget nyújtani. Én úgy gondolom, hogy
itt Heves megye egyes választókerületében, az EGRI választókerületben is azért szavaztak a folytatásra döntő többségben a választópolgárok, mert úgy ítélték meg, hogy egy komoly munka folyt az elmúlt 4 évben. Nagyon sok áldozatvállalással járt ez az emberek, a családok részéről, de az eredmények, amik megszülettek, azok mindenképpen közös eredmények, és azzal, hogy a kétharmados többséget is sikerült elérni, ami egy nagyon erős és nagyon komoly választói felhatalmazás, és mindez nem választási kampányos ígérgetésekre alapozott választói döntés volt, hanem ugye az elmúlt 4 évnek a munkáját és az eredményeit nézték meg. Ezzel a választópolgárok azt mondták, hogy igenis igent mondanak a közjogi rendszernek az átalakítására, arra, hogy egy új alaptörvénye van Magyarországnak, a magyaroknak, arra, hogy a gazdaság talpraállítása az elkezdődött, hogy az energiárakat igenis lehet csökkenteni, és az Európai Unióban is ki lehet és ki is kell állni a magyarok becsületéért. Talán nem biztos, hogy a legaktuálisabb most ez a kérdés, de kíváncsi vagyok arra, hogy mivel most már a hétvégén nyilvánossá váltak, illetve véglegessé váltak az eredmények, mi lesz a legelső dolga, a legelső intézkedés, amit minél előbb el szeretne indítani ebben a térségben, itt az egyes számú választókerületben? A legégetőbb feladatra vagyok kíváncsi. Először ugye majd a megbízó levelemet kell látni, nem hiszem, hivatalosan onnantól tudom megkezdeni képviselői munkámat, de nyilvánvalóan az egész kampányban én úgy jártam a vidéket, hogy lássam azokat a dolgokat, amik megoldásra várnak. Én 3 területet szeretnék kiemelni, ami nagyon fontos, és nem csak ebben a választókerületben, hanem Heves megyei szinten is. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy mind a 3 választókerületben a megyében Fidesz-KDNP jelöltje kapta meg a többségi bizalmat. Ezt arra fogjuk egyébként kihasználni, felhasználni, hogy a Heves megyei érdek az mindig jelenjen az országos politikában, mert azért ez a rendszerváltoztatás óta nem volt sajnos mindig elmondható, tehát igenis, hogy létezik Heves megye, itt vannak a Heves megyei emberek, és nekik nagyon fontos terveik és céljék vannak, és ezt vegye figyelembe mindig az országos politika. Tehát a 3 fő terület az egyrészt az infrastruktúra fejlesztés, úthálózat, utak állapota, azért tényleg az elmúlt időszakban, ugye, hogy említettem, mi történt a kampányban, nagyon sok kilométert megtettünk ugye itt a választókerületben, és néha tényleg úttalan utakon történt ez, ami tarthatatlan, erre oda kell figyelni. A munkahelyteremtés, ami a második nagyon fontos volt, és ez minden kormánynak az egyik legfontosabb feladata kell, hogy legyen. Nyilvánvalóan az energiárak csökkentését azt folytatni kívánjuk, valamint, és én ezt tűztem igazából zászlomra itt a választási kampányban, ugye egy új Európai Uniós fejlesztési és tervezési ciklus van. Nekem az a célom, hogy a Heves megyei, EGRI, Eger környéki polgárok következő 7 évnek ilyen módon a nyertesei legyenek. Nyilvánvalóan itt egy nagyon szoros egyeztetés és együttműködés szükséges a választókerület polgármestereivel, településeivel, hogy meg tudjuk határozni azokat a stratégiai fontosságú célokat, amiket a következő 4 évben, illetve a 7 éves fejlesztési ciklusban meg akarunk valósítani Európai Uniós forrásoknak a bevonásával. Szerintem ezek a legfontosabb feladataim a következő ciklusban. Elmondta, hogy a kampány alatt a személyes konzultációra helyezte a hangsúlyt elsősorban. Ezt tovább kívánja folytatni majd a munkája során, és tehát számíthatnak esetleg arra a választópolgárok, illetve mindenki más természetesen, az is, aki nem ment el most választani ebben a választási időszakban, hogy kikéri majd a véleményüket és segítséget kér a munkájához azzal kapcsolatban, hogy ők mit tartanak fontosnak, és ők mit szeretnének elérni az adott térségben, ahol éppen élnek. Természetesen igen, azt gondolom, hogy egy győztes jelöltnek ugyanúgy kell viselkedni a mandátuma idej alatt, mint ahogy tette azt a választási kampányban. És én lehet, hogy ez meglepő volt, de a választásokat megelőzően minden postára bejutottam egy levelet, megszólítottam a választópolgárokat. Ilyen módon is kértem fontos közeleti kérdésekben a véleményüket. Számítok mindenkinek a véleményére az elkövetkezendő időszakban is, azokért is, akik rám szavaztak, azokért is, akik nem szavaztak rám, vagy nem vettek részt a választáson, mert nyilván nekem ilyen módon legitimen megválasztott képviselőnek minden választópolgárt képviselni kell majd a Magyar Országgyűlésben, tehát én rendszeres képviselői beszámolókat tervezek majd, és ezt a folyamatos kapcsolattartást, folyamatos párbeszédet ezt végig kívánom vinni és folytatni a következő 4 évben, mert ilyen típusú választási vagy választói felhatalmazás és ezek a folyamatos vélemények adják, azt gondolom, a munkához a legnagyobb erőt és biztatást.
A térség, illetve az egyes számú választókerület fejlesztésében egyébként mekkora szerepe van a lobbinak, a képviselői lobbinak? Hiszen ugye arról is volt szó korábban egy-két találkozás sajtótájékoztató alkalmával, hogy az embereknek az is számít, hogy olyan képviselőjük legyen, aki a kormányhoz közel áll, és jó kapcsolatai vannak. Itt nyilván, ha nem is egyértelműen, de azért benne volt ebben a kérdésben, vagy ebben a véleménynyilvánításban, hogy bizony fontos lehet akár egy térség fejlődése szempontjából az is, hogy a választott képviselő mennyire jól tud lobbizni a fejlesztésekért. Ez mindig is így volt, és azt gondolom mindig is így lesz. Nagyon határozott érdekképviseletre és lobby tevékenységre van szükség. Beszéltem az előbb ugye Heves megyei érdekről, és arról, hogy ez jelenjen meg az országos politikára, akkor pont erről, vagy erre gondoltam. Egyértelműen meg kell határoznunk a ciklus elején a legfontosabb stratégiai célokat, ahogy említettem. Nem lehet mondjuk például Egernek 100 célja a következő 4 évben, mert hogyha össze-vissza kapkodunk és elaprózzunk magunkat, akkor ezek nem fognak tudni megvalósulni, vagy akkor ilyen adhok véletlenszerűen történnek ezek. A legfontosabbakat kell kiválasztani, és azt nagyon következetesen végigvinni az előttünk álló 4 évben és 4 esztendőben, és a polgárok azért is döntöttek és szavaztak a folytatásait Heves megyében és Egerben, mert nem akarnak lemaradni a következő 4 évben. Én nagyon fontosnak tartom tényleg ezt az Európai Uniós fejlesztési ciklust, tehát egyértelműen nap mint nap azért kell lobbizni, hogy a céljainkat el tudjuk érni. Tudható ez egyébként, hogy ebben a kérdőívben, amit említett, melyek voltak azok a pontok, amelyeket a legmarkánsabban megjelöltek a választópolgárok, akik visszajuttatták önhöz ezt a levelet? Természetesen igen, hiszen ennek az eredményeit ugye nyilvánosságra is hoztunk. Nagyon fontosnak tartották a választópolgárok, akik visszaküldték ezt a kérdőívet, hogy valóban olyan képviselő legyen a választókerületnek, aki ha kell, közvetlenül kapcsolatba tud lépni a kormánnyal, a kormányzattal is képviselni tudja az érdekeket. Az infrastruktúra fejlesztését, utak, járdák állapotát nagyon fontosnak tartották, valamint a közbiztonság kérdése volt az, ami még folyamatosan előkerült. Nem csak itt Egerben egyébként, hanem az Eger környéki településeken, ahogy polgármesterekkel egyeztettem, ezt ugye többször felvetették, és egyébként a választásokat még megelőzően, körülbelül 2 hete Pinter Sándor belügyminiszter úrral tartottam is egy egyeztetést. Bejelentkeztem hozzá, bekopogtam, ő fogadott, elvittem neki a választókerület polgármestereinek összegzését, és ott végül is arra jutottunk, hogy mindenképpen egy nagyon jó eszköznek tartják a bűncselekmények visszaszorításával kapcsolatosan a polgármesterek a térfigyelő kameráknak a rendszerét, tehát ezt mindenképpen bővíteni kell, Egerben is és Eger környékén is, valamint a rendőri jelenlétnek a fokozását. Ugye a közbiztonság kérdése az mindenképpen dobogos helyen szerepelt itt a vélemények között. Nem tudom, mennyire vannak már meg konkrétan, ha képletesen fogalmazunk így pontokba szedve a feladatok, de kíváncsi lennék arra, hogy Egerrel, a várossal, a város közvetlen környékével kapcsolatban mit lát, milyen megoldásra váró feladatok vannak. Hát nagyon sok feladat van, illetve hogyha nincsen feladat, akkor pedig nekünk csinálni kell feladatokat, mert azt jelenti, hogy ha történik valami, akkor halad előre a város és a környéke. A legfontosabb az, hogy a már elindult és megnyert projektek, illetve beruházások azok zöggenőmentesen tudjanak tovább menni a jövőben is. Polgármester úrral, Habis Lászlóval gyakorlatilag itt szimbiózisban dolgozunk, azt lehet mondani, mindig egyeztetjük a különböző feladatokat, és az elmúlt 4 évben is ezt szerintem sikerrel tudtuk végrehajtani. Következő időszakban is arra fogunk törekedni, hogy együtt tudjuk húzni a városnak a szekerét. Amit én az egyik legfontosabb kérdésnek tartok, és ugye az elmúlt 4 évben is volt erről szó, az például mondjuk az elkerülő útnak a megvalósítása, illetve a megléte. A kormányzat egyébként már hozott egy döntést arról, hogy mindegyik megyeszékhelyt össze kell kötni ilyen vagy olyan módon az autópályával, tehát egy ilyen közvetlen elérést kell biztosítani, ebbe természetesen szerepel Eger is. Gyakorlatilag a rendszer változtatás óta szinte mindegyik kormányzat megígérte azt, hogy ez megvalósult. Nagyon sokan tettek egyébként eddig, ezért az úttérnő a sok eredményt nem lehetett ugye fölmutatni. A döntések tekintetében most járunk a legelőrébb, és ez már nagyon fontos. Nyilván a következő 4 év lobby feladata az lesz, hogy ez minél hamarabb meg tudjon indulni, és minél hamarabb birtokba tudják ezt venni az Egri és Eger környéki polgárok.
Hogyha még egy picit visszatérünk a kampányidőszakra, magára, a választásra, nyilvánvalóan mindenki mindenhol nagy izgalommal várta az eredményeket, ezt be is mutattuk, igyekeztünk bemutatni az élő műsor kapcsán a nézőknek. Mit gondol egyébként a versenytársak az ellenzék pozíciójáról, az elért eredményeiről, illetve arról, ahogy a kampányidőszakban viselkedtek egymással? Nem gondolom, hogy nekem kellene minősíteni ugye azt, hogy ők hogyan szerepeltek, vagy hogyan vitték a kampányukat. Szerintem ezeket a dolgokat megbeszéltük a választási kampány. Most már egy teljesen más időszak van. Tiszteletben tartom természetesen a politikai versenytársakat, az ő gondolataikat, noha nagyon-nagyon sok mindenben nem értünk egyet, és ugye ez meg is fogalmaztuk a választási kampányban. Gratuláltam nekik ugye az előbb is az általuk elért eredményhez, és azokat az embereket, akik mandátumot szereztek a parlamentben, vagy ugye nem szereztek mandátumot a parlamentben, de folytatják közéleti munkájukat, én szeretném kérni az ő szövetségüket is, hogy azon stratégiai célok elérését, amit ugye meghatározunk, és ami fontos az Egerben élő embereknek, azt támogassuk közösen, és ne legyen az mondjuk tehát ne váljon a napi politika játékszerű, vagy valamilyen fajta olyan napi rendi pontnál, amit mondjuk folyamatosan támadni kell, vagy bele kell kötni. Lesznek olyan ügyek természetesen, amiben vitatkozni fogunk. Ez egyébként egy jó dolog, mert ez a demokráciának a lényege, illetve a velejárója, de én kérem az ő szövetségüket is a közös célok elérése érdekében. Hogyha pedig egy kicsit kijebb tekintünk, akkor mondhatjuk azt, hogy nagy összhangban fog folyni a munka itt Heves megyében, hiszen mind a két, illetve a másik két, a kettes és a hármas számú választókerületben is a választópolgárok a Fidesz-KDNP jelöltjének szavaztak bizalmat. Hogyan készülnek esetleg akár közösen erre a munkára? Mindenképpen közösen készülünk. Nyilván mindenkinek a legfontosabb a saját választókerülete, és ez így van rendjén, mert úgy engedték el őket a választópolgárok, hogy arra kell legjobban odafigyelniük. De amit már említettem itt a beszélgetésben, hogy igenis létezik a választókerületeken fölülálló, mint egy ilyen kupolaként egy Heves megyei érdek, amit nekünk mindenképpen meg kell jeleníteni közösen és eredményesen az országos politikával. És pont a közelmúltban tartottunk egyébként Horváth Lászlóval és Szabó Zsolt képviselőtársammal közösen egy sajtótájékoztatót, amiben erről beszélünk, tehát a nagy megyei stratégiai kérdésekben a három országgyűlési képviselő az teljesen együtt fog dolgozni az elkövetkezendő időszakban is. Így van, az ő véleményüket és gondolataikat, terveiket egyébként a nézők majd az ezt követő műsorban, az Egri magazinban ismerhetik meg részletesebben. Én nagyon szépen köszönöm önnek, hogy itt volt, gratulálok a győzelemhez, és azt hiszem, hogy minden választópolgár nevében is mondhatom, hogy nagyon jó eredményes munkát kívánok önnek az következő 4 évben. Pedig köszönöm szépen a meghívást, köszönöm a választópolgároknak még egyszer a támogatását, és úgy hiszem, hogy egy olyan 4 évet tudunk elkezdeni hamarosan a csökkentett létszámú országgyűlésben, amely már egy konszolidált törvényhozásról szól, hiszen a legnagyobb, legfontosabb dolgokat és átalakításokat az elmúlt 4 esztendőben elvégeztük. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok még egyszer. Én is köszönöm. A kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, köszönjük, hogy velünk tartottak, mint ahogy hallhatták, a másik két országgyűlési képviselő Heves megye 2. és 3. számú választókerületében el fogja mondani terveit, véleményét a most következő műsorunkban, az Egri magazinban láthatják ezt hamarosan. Köszönjük még egyszer a figyelmüket, további kellemes estét, viszontlátásra!